Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Pápán tartotta országos missziói napját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az 1943-ban létrejött közösség református és evangélikus kezdeményezésre alakult. Ma már 11 tagegyháza és számos támogatója van. A pápai programon a missziói bizottság tagjai vettek részt, akik igehirdetést is vállaltak különböző felekezetek templomaiban, majd ökumenikus istentisztelet és szeretett vendégség zárta a napot. Fésrül Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára elmondta, hogy a missziói bizottság lelkészei a vasárnapi istentiszteleteken, miséken szolgáltak más-más felekezetek templomában, ő például egy katolikus plébánián és a református gyülekezetben. A pápán nagyon jó az egyházak közötti kapcsolat. Az ökumené kiemelten jól működik, tehát az ökumenikus kapcsolatok itt kiválóak. Mindazonáltal fontosnak éreztük, hogy mi is itt ezt megtapasztaljuk, meglássuk, és erősítsük az itt szolgáló lelkészeket, hogy Jézus Krisztust hirdetni együtt, az tulajdonképpen egy fantasztikusan nagy dolog, mert lehet, hogy más-más felekezethez tartozunk, de mégis Jézus Krisztus bennünket, katolikusokat, ortodoxokat, anglikánokat és protestánsokat bizony összeköt. A MEÖT elnöke Steinbach József püspök, ő hirdetett igét a záróisten tiszteleten. Az ökumené kapcsán szólt arról is, hogy a felekezetek közti párbeszéd nagyon jó, ami a mai fontos feladat, az az emberek megszólítása, de vet fel kérdéseket ez a probléma. Igen, megszólítani a ma emberét, de hol van az a határ, ameddig mi elmehetünk módszerekben, technikákban, hogy ugyanakkor ne a ma emberének egy olcsó, konform kiszolgálása legyen. És ma ez egyébként a missziológia tudományában is egy hatalmas kérdés, és ma különösen erről folynak a beszélgetések, a viták, hogy úgy tudjunk közel kerülni a ma emberéhez, hogy ugyanakkor nem adjuk fel önmagunkat, és egyébként a szeretet hagyományainkat, ami hát azért évszázadok óta bizonyított. Az ökumenikus istentiszteleten szolgáltak a tagegyházak missziói bizottságának tagjai, valamint a pápai református gyülekezet kórusa is. Az ipartestületeknek törvényi kötelezettsége, hogy 5 évente taggyűlést hívjanak össze, ahol a tagok megválasztják a küldött jelölteket, az elnök, valamint a pénzügyi felügyelőbizottság elnöke pedig beszámolót tart. Ez történt a hétvégén, ahol a küldött értekezleten javaslatok is elhangzottak, és átadták az IPOSZ díjakat, valamint a 25 éves tagság után járó ezüstgyűrűt és díszoklevelet. 1886-ban alakult meg a pápai ipartestület. A több mint 130 éves nagymúltú szervezet szombaton tartotta soron következő küldött értekezletét. Az egykor közel 1500 fő feletti létszám mára 110 körülire csökkent. A testület igyekszik a fiatalokat megnyerni. A toborzás eredménye, hogy a közelmúltban 6 fővel gyarapodott a szervezet. Azért jó lenne még többet, mert azért ez a szervezet azért mégiscsak egy ipartörténeti kulturális értékkel bíró szervezet volt. Több évtizeden vissza, és azért jó van ezeket a hagyományokat azért tovább vinni, ápolni. Ez a város úgy volt definiálva, hogy iskolaváros, katonaváros és kereskedő és iparos város. Tehát ezt a milliót, ezt jól volna, ha még meg tudnánk tartani. Ez a városnak is jó lenne végső soron. Az elnöki beszámolók után javaslatokat, ötleteket vártak a létszámnövelésre az elnökségi tagok. Szabó Tibor úgy fogalmazott, félő, hogy elfogy a tagság. Ez most tényleg egy, én azt mondhatom, hogy nagy vízválasztó lesz hosszú távon, de ha azt akarjuk, hogy fönnmaradjunk, akkor erre szükség lesz mindenféleképpen. Az országos IPOSZ díjat idén 8 iparos kapta meg. Sági József, Horváth Gyula, Konrád András, Szórádi Béla Szabolcs, Szórádi Roland, Nagy Beáta, Pap Zoltán és Kis József. A 25 éves ipartestületi tagságért járó ezüstgyűrűt és díszoklevelet 11 tag vehette át. Ők Járóka Attila, Bodor Károly, Csizmadia Csaba, Fribék Istvánné, Kis Ernő, Merétei Istvánné, Nagy Sándor, Nagy Tibor, Szabó László, Keresztes Péterné és Zsohár Kálmán voltak. 71 éve, 1948. június 16-án fogadta el a Magyar Országgyűlés az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt.
Erről a döntésről, annak következményeiről, a kor hangulatáról és tényeiről ad átfogó képet a Veszprém megyei levéltár kiállítása. A vándortárlat most a Jókai Morvárosi Könyvtár közösségi épületében látható. 2018-ban készült el a kiállítás az iskolák államosításának 70 éves évfordulójára. A Veszprém megyei levéltár munkatársai állították össze az anyagot. A 11 tabló az államosítás folyamatát, okait és következményeit szemlélteti. Be akartuk mutatni mindegyik fél nézőpontját, és szerettük volna azt szemléltetni ezekkel a dokumentumokkal, amiket összegyűjtöttünk, hogy mennyire összetett folyamat volt, összetett kérdés volt, és hogy azok, akik akkor erről döntöttek, vagy ebben állást foglaltak, nem feltétlenül látták a tetteik következményeit, hosszú távú következményeit. A levéltár, valamint több múzeum dokumentumai is láthatók az anyagban. A cikkek, kézzel írott jelentések, ábrák, fényképek közt vannak pápai írások is. Mivel nagyon sok forrást találtunk pápai újságokból, ezért azokból nagyon sok mindent bevágtunk, és itt is igyekeztünk érvényesíteni azt a szempontot, hogy legyen benne az államhatalom koncepciója is, és annak például a kommunista párt koncepciója is, de nem csak a kommunistáké, hanem más államhatalom mellé álló szervezeteké és különböző pártoké is, illetve az egyházi szempont is megjelenjen. A kiállítás megnyitón dr. Herman István köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Pápán a katolikus, a református és az evangélikus felekezetnek voltak iskolái, ezeket mind államosították. A kiállítás október végéig tekinthető meg a Városi Könyvtár közösségi házában. Jó párkapcsolat vagy jó párkapcsolat? Dr. Hevesi Krisztina egészségfejlesztő szakpszichológus, egyetemi oktató volt a vendége a Jókai Mor Művelődési és Szabadidő Központ Lelki Esték című programsorozatának. A szakember előadásában a tartós párkapcsolat titkát boncolgatta, és praktikus, probléma megoldó tanácsokkal látta el a hallgatóságot. Jó párkapcsolat vagy jó párkapcsolat? Ezt a kérdést boncolgatta tegnap esti előadásában dr. Hevesi Krisztina, egészségfejlesztő szakpszichológus, egyetemi oktató, a Jókai Mor Művelődési és Szabadidő Központ Lelki Esték programsorozata keretében. Egy tendencia szinten az elmúlt 10 évben sokkal kevesebb az elkötelezett párkapcsolat. Viszont sokkal kevésbé vagyunk elégedettek ugyanakkor a meglévővel, és igazából ennek az okait boncolgatja és keresi az előadás, hogy mit rontunk el, vagy milyen illúziók csapdájába kerülünk, gondolok itt elsősorban gyakran a közösségi média. Hát sokszor bizony kiszámíthatatlan hatásának köszönhetően. Az előadás során a tartós párkapcsolat titkára vezette rá a hallgatóságát az előadó. És hogy mi is ez a titok? Többször kell szerelembe esni, mindig ugyanabba az emberbe, vagy a Hevesi Kriszta. Főképp azok az illúziók, és azok a dolgok vannak hangsúlyozva, amit pedig pont egyszerű információ átadással lehet javítani. Például mondjuk csak itt kiragadva egy-kettőt, akár az, hogy a szerelem kezdetén, ahogy elhisszük azt, hogy a mi kapcsolatunk mindent legyőz, aztán pedig egyszer csak azon veszük észre magunkat, ugye, hogy a lakásnak a természetes részévé válik a másik, és majdhogy nem olyan szinten, mint a szobor a sarokban, tudom, hogy ott van, de hogy nincsenek meg azok a wow rácsodálkozások, mint amiknek pedig igenis szükség van. Az előadásról Hevesi Kriszta elmondta, szeretne jó pár aha élményt szerezni hallgatóságának, hogy felismerjék, igen, ezt én is elkövettem a kapcsolatban, és hogy még több olyan dolgot halljanak, amivel meg tudják javítani, vagy megelőzni a problémákat a párkapcsolatban. Az egészséges életmód a témája annak a projekt hétnek, amelyik hétfőn kezdődött a Munkácsi Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában. A program egyik fő eleme a ma tartott tartásjavító torna volt, amit Szabó Ildikó, a Református Gimnázium egykori testnevelője tartott a diákoknak. A második évfolyamos munkácsisok a héten minden óra keretében az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás témakörével ismerkednek. Az iskola második évfolyamának 3 osztálya együtt mozoghatott és tanulhatta meg a helyes testtartást Szabó Ildikó testnevelő tanárnak köszönhetően. A vendég ma délelőtt tartott rendhagyó testnevelés órát a gyerekeknek az egészséges életmód témahét egyik fő elemeként.
Egyre több gyerkőcöt látunk az iskolás évek alatt rossz tartással, illetve gerinc problémákkal küzdeni. Ezt természetesen testnevelési órákon is próbáljuk enyhíteni, illetve megelőzni erősítő hatású gyakorlatokkal, főként a törzsizmoknál, illetve tartásjavító gyakorlatok végzésével. Ez is ihlette a mai napunkat. Gondoltuk, hogy ebben az évben nem váltóversenyt szervezünk a másodikosoknak, hanem egy tartásjavító tornán vehetnek részt. A pedagógusok minden órán foglalkoznak az egészséges életmóddal, így például magyar órákon a szövegértési feladatokon keresztül ismerhetik meg a diákok a gyógynövényeket és azok jótékony hatásait. Illetve az olvasás órákon megismerkednek egy magharci verssel, amelyet mindenki megtanul az évfolyamból, és majd elszavaljuk a projektzáró rendezvényünkön. Matematika órán a szöveges feladatokban szintén a gyümölcsökkel, zöldségekkel, egészséges életmóddal kapcsolatos szövegezési feladatokkal találkozhatnak diákjaink. Környezetismeret órán a higiénés szokásokkal, a táplálkozási szokásokkal ismerkedünk meg. Megtanuljuk a táplálékpiramist. Énekórákon is az őszi gyümölcsök a témánk. Rajzórákon pedig almákat, körtéket készíthetnek a tanulók ragasztós tépéses technikával, illetve csendéletet is festenek. Ezeket az alkotásokat meg is mutatják. Pénteken az aulában látható kiállítás a munkákból. A hét következő vendége az iskola védőnője lesz, aki szerdán beszél majd a gyerekeknek a higiénés szokásokról, különösen a fogápolásról. Kedves nézőink, az időjárási előrejelzés előtt kérem, hallgassanak meg egy közleményt. A Rákbetegek Országos Szervezetének Pápai Megújulás Klubja, a Farkasgyepői Egészségfejlesztési Iroda és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ figyelemfelkeltő sétát szervez az emlőrák elleni harc jegyében. Az esemény időpontja október 19-e szombat 18 óra. A sétára gyülekezés a JMSK színház épülete előtt lesz 17 óra 45-től. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Szerdán a Dunántúlt egy gyenge hideg front éri el, megnövekszik a felhőzet és kisebb esőzápor is kialakulhat. Keleten marad a napos idő, csak délután érkezhetnek fátyolfelhők. Itt helyenként a délnyugati, a Dunántúlon pedig az északira, északnyugatira forduló szél élénkülhet meg. Délután 16-26 fokra számíthatunk, nyugaton lesz a leghűvösebb. Kedves nézőink, híradónkat látták kedden itt a Pápavárosi Televízióban. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!